Az év egyik legszebb időszakában, adventben, Kárpátalján évről évre visszatérő kedvelt program a Beregszászi 4-es számú Bendász István cserkész csapat által szervezett adventi kézműves nap. Beregszász városa is már nagyon várja mindig advent alkalmával, hogy a cserkészek meglepjék őket különböző karácsonyi ajándékötletekkel. Nagyon sok gyereket várunk, sok volt a visszajelzés, több településről is érkeznek. Már a belépésnél mindenki egy-egy színes díszévé vált az összetartozás karácsonyfájának. A legifjabbaktól az idősebbekig valamennyien megtalálták a számukra érdekes programot. Készültek ötletes karácsonyfadíszek, mézes kalácsok, de a legnagyobb érdeklődés a karácsonyi képeslap készítés iránt volt. Képeslapokat készíthetnek, készítettünk nekik 3 fajtát, választhatnak belőle, nagy az érdeklődés, sokan járnak. Megfordulnak, egyet-kettőt készítenek a szüleiknek. A 6. alkalommal rendezett kézműves nap híre eljutott Kárpátalja határain túlra is. Voltak itt cserkészek az anyaországból és a Kárpát-medence más területeiről is. Mi magyar cserkészek az határon túl is, ugyanúgy egy nemzet vagyunk, együvé tartozunk, és azért látogatjuk meg egymás csapatait, rendezvényeit, mert ebből mi tanulunk. A karácsonyt megelőző időszakban feldíszítjük otthonunkat, beszerezzük vagy saját kezűleg elkészítjük az ajándékokat, és felhívjuk a rég nem látott szeretteinket. A kis cserkészek így várják Jézus születésének ünnepét. Eddig még csak ezt készítettem, ezt a kis karácsonyt változós vezetőmmel. Szerintem ezt a anyukámmal fogom adni. Otthon a karácsonyt azt úgy szoktuk ünnepelni, hogy hazamegyünk, anyukám csinál finom ételeket, megvárjuk apukámat, megebédelünk, elhívjuk nagymamámat, néha keresztülőket, és így ünnepünk, elmegyünk egymáshoz énekelni. Karácsonykor összejön a család, feldíszítjük a karácsonyfát, az egész család vacsorázik, és hát utána várjuk a Jézuskát. A rendezvény célkitűzése a közösségépítés mellett az adventi szokások felidézése és átmentése a jövő nemzedékének. A határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéseként a szabadkai színjátszó csoport tagjai egy betlehemest is bemutattak. Azért érzem ezt fontosnak, mivel hogy elvigyük ezt az üzenetet, hogy karácsonykor mindenki szeresse egymást, hogy tudjuk érezni azt, hogy megszületett a kis Jézus, és új erőre kaphatunk, és hát végül is, hogy mindenki örüljön, és ne csak az ajándékokról szóljon ez az egész karácsony. Az előadók, a Kárpát-medencei betlehemes diák közösség tagjai együtt járják be a magyar területeket. Idén Beregszász volt soron. A betlehemes játéknak, melyet eredetileg házról házra járva adnak elő, fontos üzenete van, barátságot és szeretetet vinni az emberek életébe. Amit nem ismerünk, azt nem tudjuk szeretni. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy legyen összefogás, legyen szeretet, ahhoz meg kell ismertetnünk egymással először a gyerekeket. És ezeknek az élmény az alapja, a közös élmény. A játék, az értékek, az élmények, ez nagyon-nagyon fontos. És ezek a kis dolgok, ezek összehozzák az embereket. A várakozás időszakában sok minden átértékelődik az emberekben. Többen úgy gondolják, hogy a karácsonyfa alá nagy értékű ajándék jár. A cserkészek ezzel szemben a kézzel készített ajándékokat részesítik előnyben. Próbáltuk a gyerekeket arra nevelni és ösztönözni, hogy a kézzel készített ajándéknak mekkora értéke van, és hogy sokkal szívesebben ajándékozzák ezeket egymásnak, és hogy az ünnep lényegét ne az ajándék anyagi értéke adja meg, hanem a jobb adni, mint kapni jelmondata. Az advent nem csak a külsőségekben nyilvánul meg, ez a reményteli várakozás és a lelki készülődés ideje is. Ezt gyakorolják a kárpátaljai magyar cserkészek is. Az ő elszántságuk, közösségformáló szándékuk jelent biztosítékot arra, hogy a magyarság hagyományainak megőrzése és ápolása megmarad Kárpátalján. Hamarosan megmutatjuk, hogyan készülnek az év legfontosabb ünnepére a horvátországi magyarok.